Itt állunk a Rákosrendezői vasútállomás előtt, és a helyszínválasztás nyilván nem véletlen. Úgy gondoljuk, hogy ennek az állomásnak a lepusztult állapota hülyen tükrözi a MÁV állapotát is. Azt az állapotot, amelybe a MÁV az elmúlt 30-35 év alatt jutott, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a Fidesz, hanem a korábbi kormányok politikája is vezetett ahhoz, hogy a MÁV ilyen állapotba került. De ez nem véletlen, ez egy szemléletnek, egy tudatos politikának az eredménye, ezt pedig mi úgy hívjuk, hogy neoliberális szemlélet. Tehát az elmúlt 14 évben ugyanúgy neoliberális szemlélettel kormányozta az országot a Fidesz, akár a korábbi baloldali kormányok, tehát ez azt jelenti, hogy az állami szektort vagy hagyják teljesen lepusztulni, vagy egyenesen tönkre teszik. Most nyilván elkezdhetném sorolni a MÁV-ot érintő problémákat, az elmúlt hetekben egy kicsit sok az, amit már hallottunk, de teljességgel, tehát mindenki ismeri, mindenkinek van egy története, késnek a vonatok, járatok maradnak ki, nyáron nincsen klíma a vagonokon, most már újabban ugye ki is siklanak, azt is meg kell említeni, hogy vidéken, egyes helyeken egyenesen lehetetlen megoldani azt, hogy például vonattal lehessen munkába járni, és hangsúlyozom, ez mind a neoliberális politikának az eredménye. Mi viszont azt mondjuk, hogy ezzel a neoliberális politikával szemben egy teljességelvű nemzeti politikára van szükség e tekintetben is. Csak hogy itt a nemzeti politika alatt nem szavakat, nem retorikát értünk, hanem olyan nemzeti szemléletű politikát, amely belső tartalmában és szerkezetében is nemzeti. Tehát azt jelenti, hogy a nemzet valamennyi tagja fontos, és hogy ez az elv hogyan valósul meg, hogyha ezt a MÁV-ra vetítjük ki? Úgy, hogy először is látnunk kell, hogy ezekben a napokban, amikor a MÁV-ról van szó a közéletben, a lehető legkevesebb szó esik a vasutas dolgozóról. Pedig mi azt mondjuk, hogy a megelégedett utason túl a vasutas dolgozó is ugyanolyan fontos, tehát hogy a megbecsült vasutas dolgozó az alapja egy sikeres MÁV-nak. Ezért a Mi Hazánk mozgalom 5 pontja, döntően figyelembe is veszi a vasutas dolgozók nézőpontját, ezt az 5 pontot fogom most ismertetni. Az első pont nyilvánvaló, hogy sok más állami céghez hasonlóan a MÁV-nál is rendkívül nagy egyes munkakörökben, sok munkakörben az alulfizetettség, ez pedig létszámhiányhoz vezet. A létszámhiány pedig túlórákhoz, a sok túlóra pedig ahhoz vezet, hogy fáradtak a dolgozók, ez rendkívül sok egyéb problémát vet fel, ezért itt egy átfogó béremelésre lenne szükség a jövőre nézve, a következő évekre nézve, hogy ne legyen elvándorlás a MÁV-tól, mert ez kétségtelenül igaz, ha nincs dolgozó, akkor nem fog tudni normálisan működni a MÁV. A második pont. Ez ugye itt a nyári időszakban elég szembeötlő volt, hogy maga a MÁV kérte meg az utasait, hogy ne használják az ő szolgáltatásaikat, mert nem működik a klíma. Nyilván, hogy ilyen nem fordulhatna elő, a karbantartásra figyelni kell, esetleg elromlik a klímaberendezés, akkor pótolni kell, meg kell gyorsan javítani, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. A harmadik pont, azt sem kell különösebben ecsetelni, hogy nyilván a MÁV mozdonyai, vagonjai finoman szólva nem felelnek meg a kor kihívásainak nagyon sok helyen, és még ezeknek a karbantartására sincs elegendő kapacitás. Tehát itt sokszor 40-50 éves mozdonyokról beszélünk, és azt halljuk, hogy nincs szakember, nincs alkatrész, nincs pénz arra, hogy ezeket karbantartsák. Nyilván így a menetrend is tarthatatlan lesz, de aztán tovább mehetünk, most hogyha már itt vagyunk a Rákosrendezői állomás előtt, és más eseteket is meg lehetne említeni, az infrastruktúra is nagyon sok helyen lepusztult, de tudunk olyan vidéki szolgálati helyekről, maguk vasutasok mondták el, hogy még angol WC sincs számukra. Tehát ez 2024-ben azt gondolom, hogy botrány. Tehát itt egy országos átfogó felmérésre lenne szükség, hogy meg tudjuk látni, hogy hol kell azonnal beavatkozni. A negyedik pont. A Mi Hazánk mozgalom már évek óta beszél arról, hogy egyes vonalakon a közbiztonságra veszélyes antiszociális bűnöző elemek szállnak fel és terrorizálják mind a kalauzokat, mind az utasokat. Itt ezt egy külön biztonsági szolgálattal kellene megoldani, hogy vagy ne is engedjék felszállni az ilyeneket a vonatra, vagy adják át a rendőrségnek, de az tűrhetetlen, hogy a kalauzok és az utasok testi épségét veszélyeztetik az ilyen társadalomból kiilleszkedett elemek, és amint halljuk, az úgynevezett kalauz nélküli járatokat pont ilyen vonalakon akarják kipróbálni, szerintünk ez nagyon rossz irány.
Az ötödik pont, amit itt az előbb említettem, hogy a neoliberális szemlélettel szemben egy nemzeti szemléletre lenne szükség, itt akkor el kell mondani azt is, hogy a megbecsült vasutas dolgozó úgymond eléréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy legyen nekik egy erős érdekképviseleti szervük, szakszervezeteik. Tehát azt mondjuk, hogy a MÁV vezetésének korrekt partneri viszonyt kell kialakítani a szakszervezetekkel, az államnak, a kormánynak pedig kötelessége kialakítani olyan környezetet, hogy a szakszervezetek tudják végezni a munkájukat, mert itt is sajnos azt látjuk, hogy a kormány nem tekinti partnernek a szakszervezeteket, márpedig erős szakszervezetiség nélkül nem lesz megbecsült vasutas dolgozó, megbecsült vasutas dolgozó nélkül pedig nem lesz sikeres MÁV. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ebben az 5 pontban egy pozitív változás tudna elindulni, akkor legalább az alapjait meg tudnánk teremteni annak, hogy további kérdésekkel tudjunk foglalkozni, és el tudjuk indítani a MÁV-ot egy sikeres jövő felé, mert jelen pillanatban annyira lepusztult állapotban van, hogy gyakorlatilag azért kell küzdeni, hogy már rosszabb ne legyen, tehát hogy ezt a hanyatlást megállítsuk, és mi úgy gondoljuk, hogy ez az 5 pont alkalmas lenne arra, hogy ezt megállítsa, és utána lehetne a további részleteket kidolgozni, és elindítani a MÁV-ot egy pozitív változás felé. Nyilvánvalóan, hogy ez rengeteg pénzbe kerül, mondhatják sokan teljes joggal, mint ahogy az is teljesen nyilvánvaló, hogy a úgynevezett sokmilliós, vagy akár éves szinte sokmilliárdos vezetői prémiumokat akkor vissza kell venni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek nem is megérdemeltek, tehát nyilván ez pénzbe fog kerülni, viszont mindennek az alapja teljes szemléletváltás, neoliberális politikáról nemzeti politikára. A jó hír az, hogy ez legalább nem kerülne pénzbe.